országjáró lakossági fórum vásárosnaményban. Kocsis Máté szerint az ellenzéki pártok kormánybuktató szándéka elvonja a figyelmet a valódi önkormányzati munkáról. Modern körülmények, felújított épületbe költözött a Máté-Szalkai járási hivatal több osztálya. Kórházi könyvtárpont, közel 5000 ember használja rendszeresen az idén 100 éves könyvtárat a Józsa András Oktató Kórházban. Az ellenzéki pártok kormánybuktató szándéka elvonja a figyelmet a valódi önkormányzati munkáról, mondta el Kocsis Máté egy kedd esti vásárosnaményi országjáró lakossági fórumon. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A Fidesz frakció vezetője szerint olyan polgármestereket kell választani októberben, akik gondos gazdái lesznek a településeknek, nem pedig kormányellenes harcot vívnak. Zsúfolt nézőtér előtt kezdődött meg Vásárosnaményban az önkormányzati választásokhoz kapcsolódó kormánypárti országjáró lakossági fórum. A kedd esti rendezvény díszvendége Kocsis Máté frakcióvezető volt, rajta kívül a térség országgyűlési képviselője is beszédet mondott az összegyűlt helyieknek, aki kiemelte, fontosnak tartják, hogy az emberek tudják, miről döntenek októberben. Fontosnak tartjuk, mindig is fontosnak tartottuk, hogy az éppen aktuális ügyekről, az országot, a helyi közösségeket, térségeket érintő problémákról közösen cseréljünk eszmét. A mai fórumnak is ez a célja, felkészülve a helyhatósági választásokra, beszéljük át az előttünk álló feladatokat, az ország előtt álló problémákról beszélgessünk, vitassuk meg a közös dolgainkat. A lakossági fórumon elhangzott, a migráció kérdése mellett érdemes az ellenzéki pártok között alakult szövetségekre is figyelni, azok ugyanis az érdemi munkáról vonják el a figyelmet. Az ellenzéki pártok retorikájával szemben az emberek, az önkormányzatokat, a saját településük vezetőit nem arra választják, hogy kormányellenes harcot vívjanak, hanem arra, hogy legyen egy gondos gazdája az otthonuknak, és ekképpen az ellenzék téved abban is, amikor az embereket alábecsülve azt hírezteli, hogy egy-egy kisebb vagy nagyobb településről lehet majd megbuktatni a kormányt. Kocsis Máté hozzátette, az ellenzék kormánybuktató szándéka elvonja a valódi önkormányzati munkáról a figyelmet. A megválasztott polgármestereknek azzal kell foglalkozniuk, hogy az emberek biztonságos, rendezett és élhető környezetben lakjanak. Teljes csődként értékeli az ellenzéki összefogást Kósa Lajos, a Fidesz önkormányzati választás országos kampányfőnöke, erről beszélt Nyíregyházán. Kijelentését arra alapozza, hogy a 23 megyei jogú város közül csak kettőben indít közös polgármester jelöltet az ellenzék. Idén ősszel, október 13-án a választópolgárok képviselőkről és polgármesterekről dönthetnek, akik a következő 5 évre kapják meg kinevezésüket. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 229 településéből 134 helyszínen van fideszes vagy Fidesz által támogatott polgármester jelöltje a pártnak. 104 fő indul a Fidesz jelöltjeként, további 30 főt pedig támogat a kormánypárt. Ezek között több tapasztalt polgármester is van, illetve dinamikus fiatal jelöltek is, közölte Sesták Oszkár, a megyei közgyűlés elnöke. Szabolcs megyében 38 településen pedig kihívója sincs a fideszes polgármesternek, így ott már biztos a párt győzelme, tette hozzá. Szabolcs megye számít a kormánypárt további támogatására is. A terület és település fejlesztési operatív programnak köszönhetően 90 milliárd forint érkezett a megyébe az elmúlt ciklusban, de összességében a 300 milliárd forintot is meghaladta a támogatás mértéke Szabolcs megyében, ismertette Sesták Oszkár a sajtótájékoztatón. Nyíregyháza 15 egyéni körzetből áll, a Fidesz mindegyikben győzelemre számít, tette hozzá a város jelenlegi polgármestere. A 23 megyei jogú város közül Nyíregyháza az egyik a kettőből, ahol az ellenzék közös összefogással egy polgármester jelöltet indít a Fidesz jelöltjével szemben. Én ezt az ellenzéki összefogást egy teljes csődnek látom. Azt hirdették meg, hogy minden megyei városban összefogás lesz, csak kettőben van olyan, hogy egy az egyes verseny van, ez egyik Nyíregyháza, a másik Hódmezővásárhelyez. Na pont ebben a két városban majdnem biztos, hogy a Fidesz fog nyerni. Kovács Ferenccel olyan mértékben egyetértenek a nyíregyháziak, támogatják őket, az ő programját, azt a változást, amit ő hozott, hogy ez szerintem nem is kérdés. Ráadásul az ellenfélét eddig még mindig megverte.
Tehát akárhányszor indult az ellenzéki közös előtt, mindig kikapott. Ez nem egy jó ómen. A kormánypárt jelöltjeként vagy támogatásával országos szinten 828 polgármester jelölt lesz az október 13-ai önkormányzati választásokon a 3177-ből. Ezzel szemben az ellenzéknek 128 jelöltje van, tette hozzá Kósa Lajos. Így 8 millióan laknak olyan helyen hazánkban, ahol van kormánypárti jelölt, és 4 millióan olyan településeken, ahol ellenzéki jelöltre tudják leadni a voksokat az őszi választáson, hangzott el a Fidesz rendezvényén. Összegyűjtött 5000 aláírást a szövetségben Nyíregyházáért, mellyel az önkormányzati rendészet megalakulását támogatják. A szövetség elindított egy olyan lakossági fórum sorozatot, amelynek segítségével Nyíregyháza valamennyi utcájáról felállíthatják a probléma térképet. Ennek pontjait a következő ciklusban szeretnék megoldani. Magyarországon először a politika történetben előre biztosítani szerettük volna választókat arról, hogy jelöltjeink egytől egyik fedhetetlenek. Éppen ezért eddig példátlan módon mi előre kértük a képviselő jelöltjeinktől, hogy erkölcsi bizonyítvánnyal és a NAV köztartozásmentes adatbázisába való felvételi kérelmükkel is bizonyítsák azt, hogy politikus jelöltként is teljesen tiszta az előéletük. Kedd délután sorsolták ki a megyeházán, hogy az októberi választások jelölő szervezetei milyen sorrendben szerepelnek majd a szavazólapon. Az önkormányzati területi listáról is döntenek a választópolgárok. Ezek alapján dől el, hogy melyik párt hány képviselőt delegálhat a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlésbe. A keddi sorsolás alapján az első helyen az Összefogás Szabolcs-Szatmár-Bereg megye felemelkedéséért egyesület, a második helyen a Magyar Szocialista Párt, a harmadik helyen a Mi Hazánk Mozgalom, a negyedik helyen a Demokratikus Koalíció, az ötödik helyen a Fidesz Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt, a hatodik helyen pedig a Jobbik Magyarországért Mozgalom és a Momentum Mozgalom szerepel majd a szavazólapon október 13-án. A bizottság a további napi rendi pontokban a roma nemzetiségi önkormányzati választási lista sorrendjéről is sorsolt, ott 9 jelölő szervezetre lehet majd szavazni, a német területi önkormányzati választásra bejelentkezett szervezetek esetében nem volt szükség lista sorsolásra, ott ugyanis csak egy jelölő szervezet volt. A Mátészalkai járási hivatal több osztálya is új épületbe költözhetett, amelyhez a település a terület átadásával, a kormány pedig több mint 300 millió forinttal járult hozzá. Mint a szerdai átadón elhangzott, a lépésre azért volt szükség, mert az érintett dolgozók közül sokan már méltatlanná váló körülmények között végezték munkájukat az eddigi helyen. A megye egyik legnagyobb járása a Mátészalkai. Sokan intézik ügyeiket a hivatali épületekben, és az ottani alkalmazottakon kívül az ő dolgukat is megkönnyíti, ha modern körülmények között lehetnek ebben az időben. Ez újabb helyen vált lehetővé. A járási hivatal osztályai közül többnek mostantól új otthona van. A Kossuth utcán volt a népegészségügyi osztály, ők jöttek ide dr. Bajnai Benő tiszti főorvos úr vezetésével. A földszinten lesz a gyám hivatal, annak az osztályvezetője a hivatal vezető helyettes dr. Szűcs Gyula, illetve a mögöttem látható kisebb épületben az állategészségügyi osztály és az építésügyi osztály. Ők várják nagy szeretettel a Mátészalkai járás valamennyi ügyfelét, valamennyi lakosát. Az új hivatali épület az Ötvös utcában fogadja az ügyfeleket, ez korábban teljesen más funkciót töltött be. Ez a helyszín egy 2007-ben használaton kívül helyezett óvoda épülete volt egy évvel ezelőtt, most pedig egy olyan új épületnek ad otthont, amely a város egyik égköve lehet. És valóban 21. századi körülmények között intézhetik ügyes bajos dolgaikat azok, akik a közigazgatás szolgáltatásait igénybe akarják venni. A szerdai avatáson elhangzott Mátészalka az elmúlt években soha nem látott fejlődésen ment keresztül, amely több mint 12 milliárd forintos kormányzati támogatással valósulhatott meg. Ehhez a mostani fejlesztéshez is kaptak segítséget.
Magyarország kormánya 325 millió forint hazai forrású pénzt különítette el ennek a hivatalnak a megépítésére. Igyekeztünk ezt olyan módon megtenni, hogy mivel a városközpontról van szó, ezért egy impozáns épület alakuljon ki. Szerintem ez sikerült. Én azt gondolom, hogy a Mátészalkának a városa ezzel tovább gazdagodott és gyarapodott. Hálásan köszönjük a városnak, hogy ez a területet biztosította a számunkra. A közszolgálatért felelős államtitkár pedig arról beszélt az ünnepségen, fontos, hogy az emberek jól érezzék magukat, az ország pedig élhető legyen. Ezért fontos, hogy az állam is cselekedjen, és olyan szolgáltatást kínáljon, amivel az emberek életét segíti. Segíti, hogy gyorsabban menjenek az ügyeik, de a legjobb az, hogyha szinte nem is kell ügyet intézni, úgyhogy azon is dolgozunk, hogy egyre kevesebb ügy miatt kelljen bejönni. De ha mégis be kell jönni egy hivatalba, akkor bizony az ügyintézés olyan legyen, ami elégedettséget sugal, és amire nem kell emlékezni, mert a legjobb ügyintézés az, amire nem emlékszünk, hogyha emlékszünk az ügyintézésre, akkor biztos, hogy valamilyen probléma volt. A költözésre egyébként már nagy szükség volt az elmondottak alapján. Az eddigi helyen dolgozók egy része ugyanis már méltatlanná váló körülmények között végezte munkáját. Közel 5000 ember használja rendszeresen az idén 100 éves könyvtárat a Józsa András Oktató Kórházban. Ennek apropóján két új szolgáltatást vezettek be. Egyrészt együttműködési megállapodást írtak alá a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtárral, másrészt a korábbi szaklapokat elkezdték digitalizálni a dolgozók. Idén januárban ünnepelte 100. évfordulóját a Szabolcs-Szatmár-Bereng megyei kórházak és egyetemi oktatókórház könyvtára, a dr. Kállai Rudolf orvostudományi szakkönyvtár és közművelődési gyűjtemény. Az elmúlt évek infrastruktúrális fejlesztései átrendezték a kórház területét, így a parkolóház kiszorította a gyermek részlegen helyet kapott könyvtárat. Fölépült ugye a tömkórház, ahol külön oktatási területünk, előadó termeink vannak, és éppen ezért az volt az ideológiánk, és az volt a filozófiánk, hogy a gyógyításhoz, tehát minél közelebb hozzuk a könyvtárat, ezért döntöttünk úgy, hogy itt a sebészeti tömbön belül a korábbi előadó termünket áldoztuk be, úgymond a könyvtárnak, de én azt gondolom, ez egy nagyon jó csere volt, hisz így közel került a olvasó közönséghez azok, akik érdeklődnek, mind tudományos, mind egyéb szakmai szempontból a könyvtár után. A kézzel fogható könyvek iránti igény némileg csökkent a 21. században, de a könyvtárnak ehhez is alkalmazkodnia kell. Ezért döntöttek úgy, hogy bővítik a szolgáltatások körét digitalizálással. 1998-tól vannak kórházi lapok, korlap, új korlap, kórházunk, mikor milyen néven jelent meg, és ezeket digitalizáltuk, feltesszük a könyvtár honlapjára, ahol elérhető, kereshető, böngészhető, valamint 1946-tól 70-ig és 72-től pedig folyamatosan gyűjtjük azokat a cikkivágatokat, amelyek a kórházról szólnak, és eddig szó szerint kivágtuk az újságból, és úgy archiváltuk, most pedig ezt is digitalizálva gondoljuk a jövőben megtenni. Emellett egy együttműködési megállapodást is aláírtak a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtárral. A Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár pedig vállalta, hogy negyed évente 100 darab dokumentumot hoz, és folyamatosan ezt negyed évente cseréli, igazodva természetesen az olvasói igényekhez, valamint 7 napilap folyóiratot, magazint fizettünk elő, amit idehoz ki a postás, és itt ezt lehet kölcsönözni, helyben olvasni. Az orvosi szakkönyvtár vezetői és munkatársai pedig vállalták, hogy telepítik az integrált könyvtári rendszert, ezen adminisztrálják majd a beiratkozókat. Így automatikusan nem csak a kórház könyvtárpontját használhatják a tagsággal rendelkezők, hanem a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár valamennyi szolgáltatását és szolgáltató helyét is igénybe vehetik. Pénteken az Ózd elleni hazai mérkőzéssel kezdi a bajnokságot az NB1B keleti csoportjában a nyíregyházi férfi kézilabda csapat. A Kaplonyi Zoltán által irányított együtteshez 5 játékos érkezett a nyári szünetben. A nyíregyháza célja a legjobb 6 közé kerülés. Augusztus elején kezdték a felkészülést a nyíregyházi férfi kézisek, akikhez új játékosként Dobó Zoltán, Stáb Bence és a visszatérő Páncél Zoltán, Gidai Máté, valamint Nagy Levente csatlakozott.
Az első időszakban az előnyléti munka mellett sok taktikai edzést tartott a csapatnak Kaplonyi Zoltán, aki az év eleje óta felel a szakmai munkáért. A folytatásban aztán következtek az edzőmeccsek, amelyeken Zömében külföldi csapatok ellen léptek pályára nyíregyháziak. A felkészülés második felében ugye edzőmérkőzések jöttek, itt elsősorban szlovák, illetve román csapatokkal játszottunk. Itt is voltak olyan mérkőzések, amik nem úgy sikerültek, amit szerettünk volna, de természetesen ez még beleillik a felkészülésnek a menetrendjébe. A győztes, illetve a vesztes meccsekből is levontuk a megfelelő következtetéseket. Nyilván van még mit javítanunk. Én úgy gondolom, hogy ettől függetlenül a bajnoki rajtra kész vagyunk, vagy kész leszünk, már apró dolgok vannak, amiket még meg kell beszélnünk. A csapatkapitány Varga László sokadik felkészülését tudhatja maga mögött. A rutinos játékos is bizakodva várja a szezont. Hosszú volt, erős volt és fájdalmas is volt egybe, de igazából minden felkészülésnek a lényege szerintem, mint minden sportolónak, hogy a szeptemberi bajnokságra azt az edzés állapotot érjük el, amihez esetleg a meccsre fel tudunk úgy készülni, hogy nyerjünk. Kaplonyi Zoltán azt szeretné, ha csapat a stabil védekezésből indulva szerezne minél több gólt a meccseken. Ez szükséges ahhoz, hogy elérjék a célt, azaz a legjobb hat között legyenek a bajnokság végén. Én úgy gondolom, hogy a védekezés az a legfontosabb. Tehát az, hogy egy masszív védekezés, egy jó kapus teljesítménnyel, és abból könnyű gólokat tudjunk lőni. Tehát nyilván könnyebb ezt, mint hogyha felállt fal ellen kell küzdenünk körülbelül 50 percen keresztül egy mérkőzésen, vagy 40 percen keresztül. Tehát mindenféleképpen a védekezésre helyezzük mi a hangsúlyt. Ez kell minél jobban rotálni, hogy friss emberek jöjjenek be a védekezésbe, esetleg aki már megfáradt, ugye, mert támadás és védekezésbe is szerepet kap. És nyilván a fontosak azok a lerohanás gólok, amiket ebből a jó védekezésből lövünk. A nyíregyháziak a nyitófordulóban az Ózdot fogadják. A mérkőzés pénteken 18 órakor kezdődik a Continental Arénában. Hazai pályán 7-1-es vereséget szenvedett a Zalaegerszegtől a nyíregyházi Teke Klub együttese. A több világbajnokot felvonultató vendégek 3652 fával új pálya csúcsot értek el. Az NTK szombaton a Superliga címvédőjeként érkező Szegedet fogadja. Nyugodtan várták a Zalaegerszeg vendégjátékát a nyíregyházi tekézők, egyrészt mert az első fordulóban Győrben megszerezték első győzelmüket, másrészt pedig a vendégek számítottak a párharc abszolút esélyesének. A mérkőzésen nem is borult a papírforma, a zalaiak közül 5-en is elérték a 600 fát, míg a hazaiak közül Fehér Béla 610 fával szerezte meg a becsületpontot a 7-1-es vendégsikerrel záruló találkozón. Tudtuk, hogy az Zalaegerszeg egy más dimenziót képvisel a nyíregyházi Teke Klubbal szemben, de mindenképpen úgy gondoltuk, hogy megmérettetjük magunkat, és megpróbáltunk a legjobb összeállításban felállni. Ez csapatfába, úgy gondolom, hogy az a 3362 fa, amit ütöttünk, ez mindenképpen egy jó csapatfának számít. Az előző szezonban nem igazán értük ezt el az NB1-es idényünkben, úgyhogy ez mindenképpen biztató a jövőre nézve. Az azonban, hogy sajnos 7-1 arányú vereséget szenvedtünk, az egy kicsit túlzónak érezhető, mert azért helyenként megszorítva voltak ezek az ilyen játékosok. Hozzáteszem, hogy több világbajnok, több válogatott játékos játszik a Zalaegerszeg csapatában. A Zalaegerszeg 3652 fával új pályacsúcsot ért el. A nyíregyháziakra szombaton újabb nehéz feladat vár, mivel a címvédő Szegedet fogadják. A Zalaegerszeg, a Szeged és a Répcelek az mindenképpen, illetve még a Fradi is kiemelkedik most a magyar mezőnyből. Ha hozzáteszem, hogy ez a Zalaegerszeg harmadik volt a tavalyi bajnokságban, míg a Szeged bajnok volt, akkor azt lehet mondani, hogy nem sok reményünk van a mostani mérkőzésre nézve sem. Azonban egy jó lehetőség arra, hogy tovább csiszoljuk a hazai gulitársainkat, meg kicsit tét nélkül, de mégis azért fél szemmel megszorongatva a sztárokat. És utána majd még következik egy répcelaki kirándulásunk, és azt lehet mondani, hogy ezzel az igazi felkészülésünk, az élesbevetéses felkészülési túráink véget értek, és majd utána fogjuk fogadni hazai pályán a Kaposvárt, úgyhogy nekünk mindenképpen erre a mérkőzésre kell majd hangolnunk, és erre lesz jó majd a Szeged ellen és a Répcelak ellen idegenbeli mérkőzés. A nyíregyházi Teke Klub Szegedi TM mérkőzés szombaton 14 órakor kezdődik a Városi Stadion Teke csarnokában. Híradunk végén, lássuk a legfontosabb híreket még egyszer néhány mondatban.
Az ellenzéki pártok kormánybuktató szándéka elvonja a figyelmet a valódi önkormányzati munkáról, mondta el Kocsis Máté egy Vásárosnaményi országjáró lakossági fórumon kedd este. A Fidesz frakció vezetője szerint olyan polgármestereket kell választani októberben, akik gondos gazdái lesznek a településeknek, nem pedig kormányellenes harcot vívnak. A Máté-Szalkai járási hivatal több osztálya, mások mellett a népegészségügyi és az építésügyi is új épületbe költözhetett, amelyhez a település a terület átadásával, a kormány pedig több mint 300 millió forinttal járult hozzá. Mint a szerdai átadón elhangzott, a lépésre azért volt szükség, mert az érintett dolgozók közül sokan már méltatlanná váló körülmények között végezték munkájukat az eddigi helyen. Közel 5000 ember használja rendszeresen az idén 100 éves könyvtárat a Józsa András Oktató Kórházban. Ennek apropóján két új szolgáltatást vezettek be. Egyrészt együttműködési megállapodást írtak alá a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtárral, másrészt a korábbi szaklapokat elkezdték digitalizálni a dolgozók. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták szeptember 11-én szerdán. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket, tudósításainkat addig is visszanézhetik a weboldalunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Változó mennyiségű fátyol és gomoly felhő várható a folytatásban, zápor néhol előfordulhat. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 fok körül alakul. Csütörtök esti gomoly felhős napos idő várható, csapadék nem lesz. A szél helyenként megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 27 fok körül valószínű. A következő napokban is napos idő lesz a jellemző. Az időnként megnövekvő felhőzetből inkább csak szombaton, illetve kettől fordulhat elő néhol zápor eső. A hétvégén kissé gyengül a nappali felmelegedés.